Az Ózdi barátaim mind börtönben ülnek. Valóságshow szereplő volt, majd rapper és tévés személyiség. Az Ózdi hős irigyelt sztár, miközben egykori cimboráinak többsége sitten ül, akad, aki gyilkosságért. Nem hiába érzi magát szerencsésnek, hogy 2002-ben sikerült kitörnie Borsodból. A népmesei hős vagy akár hollywoodi sikersztori szereplője is lehetne Majoros Péter, vagy ahogy mindenki ismeri, Majka. 18 évvel ezelőtt az Ózdi gettóból indulva került Ribalda fénybe a Valóságshow első szériájának szereplőjeként. Kétségtelenül ő a valaha volt legsikeresebb hazai valóságshow-hős. Hétfő este kicsit visszaugrott az időbe, és megdöbbentő őszinteséggel mesélt arról, ha Ózdon marad, akár börtönbe is végezhette volna. Nem titok, hogy életem nagy részét sokáig a barátaimmal az utcán éltem. Panelgyerekek voltunk, és kisebb hadsereget verbúváltunk délutánonként, aztán a szüleim válása után elköltöztünk Ózd másik részére. Ekkor baráti társaságot is feltottam, és az új társaság így visszagondolva nagyon veszélyes csapat volt. Mára a 90%-uk kibejár a börtönből, sokan életellentétes bűncselekmények miatt, mesélte Peller Marian sorsunkban Gyerekeink Jövője című műsorának vendégeként Majka. Aki úgy véli, a közege mindenkit, így őt is átformálta és meghatározta. Elmondta azt is, hogy a múltjának rázósabb időszakai még ma is felfelderengenek neki, és ilyenkor szorongás fogja el. Szerencsésnek érzi magát, hogy nem jutott barátai sorsára, képes volt kitörni és karriert építeni. Van bennem egyfajta félelem, hogy soha többé nem akarok csóró lenni, és visszakerülni oda, ahonnan jöttem. Osztotta meg az aggodalmait a közönséggel a Nagy Dumás TV-s, aki saját bandázós gyerekkorából kiindulva már most ügyel arra, hogy a 8 és 4 éves fiai jó társaságban legyenek, és semmi ne gátolja a fényes jövőiket. Hangos voltam, mindenben benne voltam, de mindig tudtam, hogy vannak határok. Volt bennem egy egészséges gát, de fiatalom sok esetben nehéz jól dönteni. Ezért is költöztem el a családdal a belvárosból egy csendesebb környékre, Pótligetre. Ugyanis tudom, ha Marián és Olivér ezzel a majoros féle vérmérséklettel a 13. kerületi lakótelepen nő fel, az nekem rövid távon agyvérzést és impaktust okoz, csomagolta a humorba meggyőződését a műsorvezető, aki mesélt arról is, hogy egyáltalán nem bánta volna, ha szülei egykor elvárásokkal bombázzák ahelyett, hogy hagyják, hogy legyen a maga ura. Egy tanárismerőse ugyanis azt mondta Majkának, ha a fővárosban egy olyan családba születik, ahol követelnek tőle, ezzel a habitussal remek ügyvéd vagy politikus vált volna belőle. Ez kimaradt. Mi éltünk benne, de félreértés ne essék, ennek a vidéki létnek és a 80-as, 90-es évek gyerekkorának azért megvolt a maga szépsége is. Majka egyébként Peller Mariannal és Domján András hipnotizőrrel pont elhunyt édesanyja 66. születésnapján beszélgetett. Szó esett arról is, hogy mennyi önkontroll és higgadság kell ahhoz, hogy az igazságérzeten ne törjön nap mint nap a felszínre. Majkának ugyanis az ország egyik kedvenc tévéseként és legmenőbb előadójaként is akadnak rossz napjai. Bosszantó hétköznapi nehézségei, például, hogy sustorognak mögötte a rossz akarói, keresztbe tesznek az irigyei. De míg beszélgető partnerének, Mariannak a stressz hasfájásba tör felszínre, addig Majkának egészen máshol. Folyamatosan naponta csatákat vívok a fejemben, ami nálam például szív problémákat okoz. Komorodott el egy pillanatra a rapper, aki mégis optimisten zárta a gondolatait, bár hajlamos rá, szerinte nem kéne túlagyalni az életet. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.